Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és hadd mondjam rögvest azt is, hogy a városvezetők, Caritas igazgató, helyi csoportunk, Mözsi Bartók Béla női kar, és minden hívő és itt lévő mellett éppen a jobbomon álló Rostás Jenő esperes atyát is hadd köszöntsem szeretettel. Ezt a mai esti szentmisét Bukovics Vilmos lelki üdvéért fogom felajánlani. Szent Erzsébet ünnepe gyűjtött most össze bennünket városunk sok-sok pontjáról. És belépve most a templomba, szemünk előtt az oltárt éppen Erzsébet rózsái díszítik. Tudjuk jól, hogy a legenda szerint ezek a rózsák kenyerek voltak. És amikor éppen a kis Erzsébet kötényében a kenyereket vitte a szegényeknek, akkor, mikor számonkérés történt, és meg kellett mutassa, hogy mit csempész ki a palotából, ezek a kenyerek változtak át illatos rózsákká. Amikor szeretünk, ma is megváltozik a napunk. És nem csak önmagunk számára, hanem mindazok számára is, akikkel éppen ezt a szeretet impulzus találkozást tudtuk megvalósítani. Most a lelkiismeret vizsgálat kapcsán ez legyen előttünk. Szerettem-e ma? Voltak-e forduló pontjai, amire most az estében nagyon is vissza tudok emlékezni, hogy ez a szombatom ekkor és ekkor fordult, mert szerettem. Ugyanakkor, ha nem eléggé szerettem, vagy helytelenül szerettem, ezeket szintén hozzuk, és megbánva tegyük le. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk, mert vétkeztünk ellened. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat, és add meg nekünk az üdvösséget. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
hogy a szegényekben Krisztust lássa és tisztelje. Közben járására add, hogy mi is lankadatlan szeretettel segítsük embertársainkat minden testi-lelki bajukban. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. És nem jár rosszul vele. Mindig javára hal, sohasem kárára, életének minden napján. Előteremti a gyapjuk és a kendert, és mindent beszerez ügyes kézzel. Kinyújtja a karját, a huzsaikát, és kezével megfogja az orsot. Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé, a szűkölködődeknek karját nyújtja. Csalfa dolog a bár, a szépség mulandó, de az Isten félő asszony dicséretet érdemel. Magasztaljátok keze munkájáért, és a város kapunál dicsérjétek tettei. Ez az Isten néje. Ne ítéljetek el senkit, akkor titeket se ítélnek el.
Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott, túlcsorduló mértékkel mérlek veletek be. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérlek majd nektek is. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves Jenő atya, kedves testvérek! Szent Erzsébet napos napja ugyan éppen elmúlott tegnapi napon, de az ünnepséget helyi szinten most rendezzük meg. Elhangzott a bevezetőben, hogy ez az idei ünnep avval a gazdagsággal is bír, hogy helyi Caritas csoportunk 10 éves lett. Ez utóbbival kapcsolatban majd kiállítás is megnyitásra kerül, és majd az óra járásával megegyező módon lehet szép sorjában haladni, koncepció legalábbis ez. De ha valaki innen kezdi, szerintem úgy is értelmezni tudja. Tíz évesek lettünk. Belegondolva, Árpádházi Szent Erzsébetünk mindösszesen 24 évet élt. És mégis annyi minden belesűrűsödött, az ő emberileg abszolút nem könnyű, de ugyanakkor egyáltalán nem középszerű életébe. És hasonló módon a helyi Caritas csoportunk 10 évébe is annyi meg annyi minden előjött már. Ádi felsorolt bizonyos dolgokat, én most ezt már nem ismétlem. De magam annak örülök, hogy a Szentlélek vezetésére hallgatva már messze-messze túl vagyunk azon, hogy az év néhány időpontjában ruhákat gyűjtünk, talán élelmiszert gyűjtünk, és azzal, hogy ezt kiosztuk. Jó magam, most megint csak kérem Szent Lelket, Árpádházi Szent Erzsébetünket, hogy továbbra is vezessenek. És mi magunk képesek legyünk befogadni az ő impulzusait. Szentjeink mindegyikénél nagyon szépen előjött és kifejeződik, valamint összekapcsolódik úgy, ahogy kell. A nem is olyan régen, pár hete hallott főparancs. Szeresd az Istent, és szeresd a fele barátaidat. Marburgi Konrád, aki Szent Erzsébet lelki vezetője volt, így írt a már meghalt szentről. Erzsébet Krisztust ismerte föl és szerette a szegényekben. Erzsébet egész életében szegények vigasztalója volt, de amikor már különösen kezdett kitűnni az erényekben, teljesen az éhezők gyámolítója lett.
Istent látta a rászorulókban. Még azt is lejegyzi ez a lelki vezető. Erzsébet azt kérte, hogy abba az ingbe temessék el, ami éppen a beteg ágyán, halálos ágyán ott volt rajta. Mert a többi holmiát vagy elajándékozta, vagy ami még éppen megmaradt, azt szintén azt kérte, hogy adják másoknak. Gyönyörű. 24 éves lányról beszélünk. És ennyire érett. Éppen az Isten szeretetében, meg a felebaráti szeretetében nincsenek határok. Nincsenek körök, hogy ő még szimpatikus, körön belül van, ő már nem annyira kívül esik a körömön. Még hadd hivatkozzak, szintén nemrég volt vasárnapi evangélium, a templom persejbe két fillér dobó szegény özvegy asszonyra. Jézus azt mondja, látva ezt a gesztusát, ennek az özvegy szegénynek, hogy a két fillérben mindenét, egész megélhetését adta oda. Jézus ekkor már megérkezett a jeruzsálemi templomban. Kronológiailag ott a virág vasárnapi bevonulás után vagyunk, Márk evangéliuma szerint. Jézus is napok kérdése, de arra készül, hogy a kereszten mindenét, az életét adja értünk. Így ez a szegény özvegy éppen Jézusnak az előképe lesz, és Jézus magára ismer ő benne. Hiszen éppen erre készülök. De nem csak a szegény özvegy asszony ilyen ember, hanem Árpádházi Szent Erzsébet is. Csak ő a társadalom másik oldalán áll. Származása meg életmódja szerint. Előkelő király is családból jön. Palotában él. Neki per abszurdum. Még arra is lehetősége lett volna, hogy gazdag ember módjára szeresse az Istent, vagyis a feleslegéből jó sokat adjon, sokat, de nem mindent. Erzsébet nem volt szegény, ő gazdagként adta a mindenét. Totus ember. Ez a két latin szó, egészen a tiéd. És tudjuk jól, hogy Szent II. János Pál pápa jelmondata volt. Totus tuus emberek, a szentek. És nekünk is ez a meghívásunk a mindennapjainkban. És könnyű dolgunk van nekünk, keresztényeknek, mert arra vagyunk küldetve, hogy szeressünk Istent és fele barátainkat. Szóval nem kell egy csomó törvény bebifláznunk.
aztán még alkalmazni is. Vannak vallások, ahol több száz előírás van. Mindig lépten nyomon valamit be kell tartani. És korlátozza az embernek a szabadságát is, hogy szabadon éljen. Szeretett törvénye meg pont fölszabadít, hogy szeress és azt tegyél, amit akarsz, mondja Szent Ágostonunk. Nekünk egy fő parancsunk van tehát, hogy szeressük az Istent, meg szeressük egymást. Most felkérem az önkénteseket, és az elköteleződött Caritas tagokat, meg az újoncunkat, hogy jöjjünk, jöjjetek ide előre a szentély lépcsőjéhez, és újítsátok meg együtt az ígéreteiteket. És akkor rábízzuk magunkat. Mindenki a saját lapjáról Istvánnal együtt imádkozza. Köszönöm, Uram, hogy ma is szerettél engem. Lehetővé tetted, hogy viszont szeresselek. Elég hoztad emberkeskedőinket, akik nem felismertek téged, és jól tudtam azok. Köszönöm, Uram, hogy a te akaratodat cselekedtem. Kérlek, bocsáss meg nekem, ha megbántottam emberkeskedőt. Kérlek, Uram, növeld bennem az áldozatot és a szolgálat szeretetet, hogy feladataimat önben végezhessem. Szeretetemről ismerjük meg embertestvéreim, hogy tanyag vágyok vagyok. Akarom, hogy minden nap hálát tudjak adni az életemért és a ráhozatokért. Köszönöm, Uram, hogy ennyire szeretsz minket. Amen. Még egy picit maradjatok itt, és csak ennyit, hogy Isten étessen benneteket, külön-külön is, és így együtt is, mint a Tolnai Caritas csoportot. És Isten hozott téged is a fedélzetre. Fogad sok szeretettel ezt a pici csomagot, és őrizd a szívedben is. Pici-pici ajándékkal készültünk számotokra, és hadd osszam ki magam részéről az emléklapokat, megköszönve néha azt is, hogy nagyon melegben kell dolgozni, néha nagyon hidegben, néha amikor esik az eső, akkor is. És vagytok, helytálltok. Köszönöm mindannyiotoknak. Fogadj szeretettel. Hadd adjam neked is.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadd el néped adományait, Istenünk, és add meg nekünk, hogy még fiad végtelen szeretetének áldozatát megjelenítjük, szentjeit példája nyomán megerősödjünk az ő szeretetében és a felebaráti szeretetben. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Hűséges és irgalmas Atyánk, hálát adunk neked, mert nekünk adtad fiadat Jézust, Urunkat és testvérünket. Ő szerette a szegényt, a beteget, a kitaszítottat és a bűnöst, és nem ment el részvét nélkül, semmiféle ínség mellett. Az ő élete és tanítása arra oktat minket, hogy olyan Isten vagy, aki úgy viseled gondunkat, mint ahogy egy atya törődik gyermekével. Nagy jóságodért és hűségedért magasztalunk téged, s az angyalokkal és a szentekkel együtt fölséged dicséretét zengjük. Magasztalunk téged, mennyei Atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig, de kiváltképp most, midőn szent fiad Jézus szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket, magyarázza a szentírást, megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát, mindenható Istenünk, küldd el szent lelkedet e kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk testével és vérével. Ő ugyanis a kín szenvedése előtti estén, vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Jóságos atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kint szenvedése és halála által szent fiad átment az új életbe, és föltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzád, mennyei atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékod nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét. Erősíts meg fiad testével és vérével, és az ő képmására újíts meg minket. Áld meg Ferenc pápánkat és László püspökünket. Add, hogy az egyház minden tagja megértse az idők jeleit. Növekedjünk az evangéliumhoz való hűségben. Nyisd meg szívünket a körülöttünk élő emberek iránt, hogy szeretettel megosszuk bánatokat és aggodalmaikat, reményeiket és örömeiket, és utat mutathassunk nekik az üdvösségre. Mennyei atyánk, irgalmazd testvéreinknek, akik Krisztus békéjében hunytak el, és légy irgalmas minden megholthoz, akinek hitét csak te ismerted. Támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, védj föl minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár rejánk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, az apostolokkal és a vértanúkkal, Árpádházi Szent Erzsébettel, Szent II. János Pál pápával, és minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által, téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő által. Ez az előbb imádkozott kánon olyan kristálytisztán fogalmaz. Abban a mondatában is például: nyisd meg szívünket a körülöttünk élő emberek iránt. Nem csak a szemünket. Azzal, hogy látunk rászorulót, az még kevés. A szívnyitottsága kell, hogy szeressen, hogy valami történjen. Ezt a lelkületet kérjük most. Mi atyám? Jöjjön el a
adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg számodra, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek készségből egymással. Legyen békesség köztünk minden. Thank you.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram,